Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Szabolcs Gaming vagyok továbbra is. Folytatjuk a Bass Simulator 18 végigjátszást. Ez már a harmadik rész lesz ebből a játékból. Hát a mai nap tulajdonképpen egyetlen egy feladatunk van, hogy 50 utas szállítsunk az Astra Park területén, és ha minden jól megy, akkor már a mai nap kinyitnak újabb területek, úgyhogy új vizekre elveszhetünk. Ez a mai terv. Jó szórakozás mindenkinek! Na kérem! Amit mondtam, az Objective Fan jelenleg már csak egyetlen egy küldetés van hátra, ami azt jelenti, hogy 180 utas kell szállítanunk, ugye 130-at szállítottunk, úgyhogy tulajdonképpen az lesz, hogy csinálok még egy útvonalat itt az Astra Parkon belül, és akkor azt levezetjük egyszer, és akkor ez meg is lesz. Hát honnan induljunk tulajdonképpen? Induljunk az Astra Promenade-ről, az egy tökéletes indulási hely. Akkor menjünk mondjuk úgy, hogy Research Center, North Spoke, utána West Spoke, Media Center, Astra, és végül Granus Square. 6 megállós út, el is mentjük szépen. És hát akkor természetesen már a Setra S416 ele business buszunkkal menjünk. Hoppá, mi történik? Azt mondja, hogy egy buszmegálló jelenleg felújítás alatt áll, úgyhogy módosított útvonalon közlekedünk. Hoppá! Esik az eső! Na, milyen újdonságokat tartalmaz nekünk itt a játék. Gyönyörű szépen beülünk a buszba. Azt mondja, ajtó az nem tudjuk, hogy miért van nyitva. Világítás van kapcsolva, és akkor már megyünk is, nehogy megázzanak az utasok. Astra Promenade az első megállási pont. Jó napot kívánok, lehet szépen felszállni. Én meg addig mindjárt nyomok egy ablaktörlőt. Ha tudnám, melyik gombbal van természetesen az ablaktörlő. Oké, már megy is az ablaktörlő. Jó napot, hölgyem, bocsánat, megvárakoztattam. Napi nyugdíjas hegyet szeretne. Hú, kisebb nem volt mama, már bocsánatot kérek. Túl sokat adtam vissza. Jó napot kívánok! Jegyet nem vesz senki? Hát ez felettébb érdekes egy ellenőrzés. Jó van. Neked is van jegyed? Jó napot kívánok! Jegyeket. Jó, mindenkinek van jegye. Akkor bocsánat, én kérek elnézést, hogy mertem a jegyeket ellenőrizni. Na kérem, akkor már lassan mehetünk is tovább. Meg a tükör. Beenged! Hú, de cuki vagy. Beengedett. Aha, itt nem tudnak elsőséget adni egymásnak. Itt meg közben kicsit szabálytalanul ide megálltam, de hát éppen jöttem ki a megállóból. Nagyon jól néz ki a játék esőben is. Tehát azért nagyon szépek itt a fények, meg minden egyéb. Really? Why? You're not in on any of the fun. At best, you're some random NPC. Na, random NPC ember, ebből köszönjük szépen, nem kérünk. Magának meg hogy nem volt? Figyeljetek már, hogy futnak! Nem néztek időjárás előrejelzést? Na, már megint. Kihallgatja ezt az ízléstelen zenét? Kihallgatja ezt a zenét? Itt! Előttem! Vagy mögöttem? Hát, kérem szépen! Kérem szépen, itt mögöttem hallgatja ezt a gusztustalan zenét. Há, hogy lehet valaki ilyen... Bocsánat már. Aha. Ja, nem érdekel a tegnap vásárolt samponod. Bocsánatot kérek, hölgyem. De ez most jelenleg nem érdekel engem. Hát egyelőre nincs nagy utasszám. Na itt azért már vannak felszállók. Tartjuk a menetidőt. Thanks for being so punctual. Szívesen, nem vagyok Maftar ZRT. Néda, hogy magyaráz már az öreg asszonynak. Jó napot kívánok! Két normál napi egyet szeretne az úr. Nincs visszajáró, köszönöm szépen. Három nyugdíjas napi egyet szeretne, hölgyem.
Bocsánatot kérek, amiért kikattintottam. Thanks. Szívesen. I need a ticket. Jó napot, napi jegyet szeretném, árodom is önnek. Vagy egy kis aprója legyen. Magának is napi jegy kell. Na, a napi jegy az nagyon jó biznisz. Na, már megyünk is tovább, mert már fél perces késésbe vagyunk. Micsoda? Kapcsoljon fel a lámpát? Hát... Fél van kapcsolva a lámpa. Beszóltak az utasok, mert nincs világítás, hanem fölkapcsoltam a világítást. Na, North Spoke következik. Egyelőre tartjuk a menetrendet. Szépen azért lesz utazó közönség, úgyhogy... A objektívet azt szerintem teljesíteni is fogjuk. Nagyon durván nézem úgy kiesőben a játék. Hoppá, itt a kolléga. Jó napot kívánok, kolléga az itt áll. A citáróval áll itt a kettes járat kollégája. Nyugodtan menjél csak. Azért nem felejtettem ám el a múltkori esetet, úgyhogy egyszer majd benézzük a kollégához. Tessék szépen leszállni. Jó napot kívánok, normál heti jegyet szeretne az úr. Már adom is önnek, 2 euróval visszajárok. Jó, szálltok fel úgy, akiknek nem láttam a jegyét. Csönd legyen, hogy hányszor izé ellenőrizem, majd én tudom. Nézd meg ide szemete a rohadt Starbucks-os kávéját ide dobja. Na, mindenkinek van jegye. Na, hát úgy néz ki, hogy 2 rész után megtanulták, hogy itt éppenséggel milyen pótdíjazás jár a érvénytelen menetjegyért, úgyhogy a blitzelésért. Jó, West Spoke. Aha, itt jobbra fogunk majd elmenni. Oké. Jó, megpróbáljuk szépen. Hát ez nem jött össze. Ez nem jött össze. Azt akartam mondani, hogy megpróbáltam volna szépen befordítani a busz, de ez túl tágív volt. Úgyhogy megyünk is szépen tovább. Oké, itt is várakoznak. Nem érdekel, hogy a Pista beteg? Nem érdekel. Viszont látásra... Ó, a hölgyem. De szépen felszállt itt maga. Mindenki felszállt? Nem, nem még jönnek. Miért nem átsó ajtón szállsz fel? Nem tudom. Hoppá, valakinek le kellett szállni, nézzük már meg. Valakinek le kellett szállnia. Nem tudom, hogy miért. Lehet valami hány ingere volt, de milyen random események egymás után. Hát itt meg valakinek le kellett szállnia. South Spoke következik, úgyhogy itt nekünk szépen vissza kell fordulni. Akkor a Media Center Astra megálló helyett a South Spoke megállót használják. Közben kicsit podcastom. Milyen random ez, hogy az embernek csak így izé le kellett szállnia a buszról. Na mindegy. Na, jól van. Megint menjünk tovább. Olyan cukik, hogy elsőbséget adnak. Hogy nyomta a rádiót? Hallottátok? Szerintem igen. Oké, itt vagyunk a spókoknál. Tehát tettünk egy kör tulajdonképpen most. Ja, itt a izé, ez nem szép. Nem szabad a busz. Hát azért kicsit csúnya volt. Itt nekem van elsőbségem. Jó, 45 másodperc hamarabb érkezünk a következő megállóba. Jó van, viszontlátásra. Legyen további szép napjuk. 2 nyugdíjas vonaljegy. Természetesen, hölgyem, már adom is önnek. Tessék. Neked meg 2 nyugdíjas napi jegy kell. Na. 4-20. Tessék. Ó, várjátok, utolsó megálló jön. Jegyellenőrzés következik. Csönd legyen, hogy hányszor mutattad meg a jegyed. Néda, senkinek nincs érvénytelen menetjegye.
Az kemény. Na most már kezdik tanulgatni szép, hogy itt milyen metódus van az SG Transportnál. Végállomás következik. Hát gyalogosokat nem igazán látok ebbe a játékba, akik itt átkelnének a zebrán, csak itt éppenséggel szaladgálnak össze-vissza. Nem tudom mit csinálni, hogyha a bejárati ajtót nem zártod be. Tehát az nem az én problémám. Jó, itt majd akkor balra fogunk elmenni. Nagyon jó, és akkor még itt egy balkanyar lesz. Jaj, csak közben izé. Ilyen hupli. És még akkor itt fordulunk el balra. Jobbra. Itt a kolléga! Ne menj el! Á, el fog menni a kolléga. Jó van. Megy a kolléga közben. Jó van, nem érdekel, mit csinálta az old sawmillnél. Na, jó van. Beparkolunk szépen. Viszontlátásra, le lehet szállni. Viszontlátásra. Nagyon jó, hát a kolléga pont előttünk ment el. De hát most nem fogom üldözőbe venni a kollégát, hanem visszamegyünk szépen a garázsba. Hát ez ilyen kis egyszerű út volt igazából, bár voltak bénázások. De összességében ez is egy sikeres útnak mondható. Nagyon jó, és akkor itt mi már be is kanyarodunk balra. Nem akarok gyalogos gázolni. Oké, nyíljál ki. Jó, nem akarom odavágni a buszt. Bár biztos odafogom. Jó, nem vágtam oda. Szuper! Akkor parkolófék, egyes ajtó, gyújtás, levesz. C. És akkor ennyi. Na hát emberek, akkor sikerült végre a 180 utast összehozni, úgyhogy megkaptuk az új területeket, egyelőre nem olyan túl nagy, hiszen itt van kettő darab kis egyutcás falucska, Siegwalden, valamint Oakville, illetve hát Seaside Valley városnak az északi része, az úgynevezett Sober Grounds, összesen 4 darab megállóval. Úgyhogy nézzünk meg az objektíveket. Két utat kell először tervezni. Az első út, az nem lesz más, mint két Oakville-i, két Siegwalden-i megálló, és két Spoke a Business Parkból, úgyhogy ez a két Spoke, East Spoke, West Spoke, akkor ugye kell két megálló Siegwaldenben, akkor legyen a Lido és Siegwalden, valamint Oakville-ben is kell két megálló, akkor lesz az Old Sawmill és az Oak Street. És ezt majd round trip módban kell levezetni, tehát egy ilyen kört kell majd menni, de a másik útvonalat is létrehozzuk, és azt fogjuk levezetni. Két Sober Grounds megálló, Siegwalden Lido egy megálló, ez kötelező, és két Spoke kell ismételtem, úgyhogy legyen a South Spoke, West Spoke, akkor ez a Siegwalden Lido, és két Sober Grounds megálló, úgyhogy legyen a Rail Builders Ridge, tehát a vasútépítők útja, vagy mi ez, és a Workers Alley. És akkor ezt fogjuk levezetni, a South Spoke Workers Alley utat, de előtte megveszünk még egy buszt, ugyanis most már kelleni fog, és nem a Lion City A37-et vesszük meg, hanem én úgy döntöttem, hogy a Pre-Order DLC Mambu 150 ezer euróért megvásároljuk. Nagyon jó, színét azt be is állítjuk, ugye a vállalat színe az full fekete, ezt nézzétek meg milyen busz. Az igen, 1-2-3 ajtós busz már, szép hosszú, hát ahhoz képest csak 35 ülőhely van benne, majd megnézzük ezt a buszt, és akkor mehet is ez az út a Pre-Order DLC buszunkkal.
És hát akkor meg is érkeztünk. Így néz ki a mennyivel másabb vezetőfülke. Nézzük meg szépen a buszt. Ez így néz ki. Itt van ezek a ezek az üléseket, de utána ezeket a kétszer egy ülés. Ugye itt van maga a kerék, úgyhogy elég kényelmetlen. Négyes ülés, de tipikus budapesti busz. Ó, igen. És alacsony padlós busz. Nagyon jó. Ugye ide mennek a mozgássérültek. Na, nagyon fasz a kis busz, úgyhogy szépen beülünk, és akkor már megyünk is. Más is a hangja azért. És nem csak azért más a hangja, mert új busz, hanem ez egy másfajta hajtású busz. Ugye eddig csak dízel buszunk volt, ez viszont sűrített földgázüzemű. Hű, de lent van ez a izé. Normál nyugdíjas vonaljegyet szeretne az út, már adom is. Did you catch the concert last night at the old sawmill? They brought the house down. Thank you. Nem érdekel a koncert, hogy mi volt az old sawmillnél. Már csukjuk is az ajtót, most egyelőre a jegyellenőrzésre nem bajlódnék. Nézzük meg az új környéket, hogy néz ki inkább. Next stop, Westspoke. Westspoke következik, és végre elhatjuk az Astra Parkot. Nem érdekel, hogy a burítódat, nem érdekel, hogy mit kajálsz. Engem az érdekel, hogy legyen jegyed. De azt hiszem, te vettél pont jegyet tőlem, úgyhogy nagyon jó. Jó van, már ne sípoltasd a leszállás jelzőt. Megáll előtt már fél kilométerrel. Ne aludjál már el! Mondjuk van utastájékoztató rendszer, úgyhogy... Westspoke következik. Ó, kinyitjuk a hátsó ajtót is, úgy mind a három ajtót. Menjen szépen az utascsere. Jó, jegyet kér. Egy napi nyugdíjas jegyet szeretne. Érdekesen mondom. Normál vonaljegy. Természetesen adom önnek, hölgyem. Adok aprót is, hogy legyen legközelebb. Azaz, ez a tipikus budapesti hang. Jó jegyeket, bérleteket. Hold on. Oh no. Hoppá, 120 eurós bírság, befigyel. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, ezt szeretem is. Tisztaság van a buszon. Siegwalden Lido megálló következik. Te szépen bejöttél elém. Astra Park végre. Azt mondja, egy elsőbségadás kötelező. Arról nem jön senki. Jobbra Freeway. Úgy. Hoppá. Valaminek neki mentem. Hoppá. Itt autópálya van, hát autópályázni mi sajnos nem tudunk. Itt van egy körforgalom. Oké, nézzük, hogy arról jön-e valaki. Hát te még messze vagy, szépen kiférünk eléd. Nagyon jó, nagyon jó, fú de szép táj lesz arra. Oké. Nagyon jó, és itt lehajtunk Old Town, Oakville, Siegwalden fele. Nagyon szuper. Kis büntetést összeszedtünk. Ezekre itt viszont már vannak kátyúk. Én itt nem fogok megállni neked már, hogy itt a zenét lealkítsam. Ez nem a izé az Astra Park már. Jó, 50-es sebességkorlátozás, és itt van a Siegwalden Lido megálló. Tessék, lehet szépen leszállni. Kidobom mindjárt azt a GBL-t, hogy mi van neked a kukába. Nézd a Wildos póló, ez de ismerem én is. Jó napot kívánok! Adom nyugodtan. Adok én jegyet. Jól van, Ci. Oké, Ska. Mindenki szépen leszállt. Remélem. Railbuilders Ridge következik. Megyünk be a nagyvárosba. A faszom ki van a kátyúval. Belementem izomból a kátyúba. Jó, oké. Tempomatunk az jó, bár lejtőn, hogy lefele menjünk 75-tel. Oké. Érvényes a jegye? Szerintem igen. 50. És akkor ez a város, nézzétek meg. Itt a folyó. Megint belemegyek a kátyúba. A fene egye meg. Ezekre a kátyúkra majd figyelni kell, de hát... Látszik, hogy vidéken vagyunk, mert az Astra Parkban egy darab rohadt kátyú nem volt. Nem tudom, bocsánat, ki az a Hans, de nem érdekel. És jobbra megyünk befele a városba.
Oké, nekünk a belső sáv kell. Seaside Valley-be érkeztünk, Trafipax. Itt pedig balra fogunk elfordulni, jó, gyalogos, ahogy látom, nem jön. Tessék. Hú, itt már igen, szűkösödik majd a hely. Ez a nagyváros, ez a Seaside Valley. Elvileg hivatalosan mi is itt lakunk. Én nem fogok menni a moziba. Nem fogok menni a szuperhősös filmre. Affa! Affaszom ki van. Jó van, Ci. Viszontlátásra! Hoppá, hoppá! Bocsánatot kérem, de becsukom a középső ajtót. Mert éppenséggel egy mozgássérült szeretne felszállni. Na, milyen okos, valaki észrevette, hogy ez a busz új. Tessék szépen felszállni. Jó, rámpát visszacsukjuk. Na, jegyeket, bérleteket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Macskád még mindig nem érdekel. Jó van, ne is koszolják össze a buszt. Jó. Olyan jó menetidőt tartunk, 2 perc hamarabb indulunk. Hát ennyi. That goat in the last episode of Winter of Passion was a bit out of place. Oké, itt jobbra megyünk. Oh, gosh! Áú! Bocsánatot kérek! Bocsánatot kérek, hátul mindenki jól van? Amúgy itt meg mi van balra valami? Valami vasútállomás, mert állnak a kocsik, tárolóvágány, meg minden. Na, ilyen vasútállomás feeling lesz itt még a végén. Intermodális csomópont lesz itt a végén. Ez itt szél milyen sáv, ez nem? Ja, ez bicajos sáv, bocsánat, akkor abban nem hajtok. Utasok jól érzik magukat, én is jól érzem magam. Hoppá, kürtölt a vonat. Szevasz, vasutas kolléga. És megérkeztünk a végállomáshoz. Jó, nyugodtan. Természetesen mindjárt leszállhat. Kedves mozgáskorlátozott utasunk. Vagy kerekesszékes. Viszontlátásra. Ennyi, az ajtókat becsukjuk szépen. Hát akkor tulajdonképpen ennyi lett volna. De legalább megadta. Micsoda? Micsoda? Következő részben megint területeket nyitunk ki? Az komoly azért, mert itt az objektívek szépen átjötte. Következő részben az Oakville, Eastpoke, Oak Street, tehát ezt az útvonalat kell round trip módban levezetni. És megint lesznek új területeink. Úgyhogy találkozunk a következő videóban. Szabocs Gaming voltam. Sziasztok!